A 40 évvel ezelőtt világbajnokságot nyert magyar férfi asztali tenisz válogatott tagjait köszöntötték április 30-án este Budapesten az új Városháza dísztermében. Tarlós István főpolgármester a magyar sport 20. századi történetének egyik legváratlanabb és legdicsőségesebb győzelmének nevezte a Jónyer István, aki Terézváros díszpolgára, Gergely Gábor, Klampár Tibor, Kreisz Tibor és Takács János alkotta aranycsapatnak az észak-koreai Fejnyáni VB-n elért elsőségét, amelynek értéke szerint az angolok elleni legendás 6-3-as győzelemhez mérhető. Egy tény, és ezt őszintén mondom, hogy az ilyen kiugró tehetségeket és világklasszisokat én mindig szeretetteljes és tiszteleteljes, a szó legjobb értelmében vett irigységgel néztem, ha ezt mindenki úgy értelmezi, ahogy én szeretném, hogy értelmezze. 1971 Nagoya, Jónyer Klampár, nem kell mondjam. 75 Kalkutta, Jónyer Pista igazi csúcs teljesítménye, egyéni világbajnoki cím, és Gergely Gabival a páros. Majd jön 79 Fennyán, ahol világra szóló csapat győzelmet aratott az öt klasszis versenyzőnk, a Jónyer Klampár Gergely trió, kiegészítve Kreisz Tiborral, aki 4 meccséből mind a 4-et megnyerte, ha jól tudom, és Takács Jánossal, aki szintén mind a 2 mérkőzését megnyerte. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa és az Aranycsapat Emlékév Testület elnöke azt mondta, hogy ez a győzelem sosem évül el, és örökké szerepelni fog a dicsőséglistán. A legfelsőbb bíróság korábbi első embere szerint Jónyerék sikerének titka az elszántságban és az akaratban rejlett. Amit ők véghez vittek, az példamutatás a fiataloknak, hogy érdemes küzdeni, mert csak így lehet hírt szerezni a világban, fogalmazott Lomnici, majd egy ajándékkosárral lepte meg a kedden 66. születésnapját is ünneplő Klampár Tibort. Bajkai István országgyűlési képviselő, az Aranycsapat Emlékév Testület alelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy Gergelyék 40 éve úgy lettek világbajnokok, hogy 2-szer is legyőzték Kínát. Klampár pedig 6 ázsiait vert meg a küzdelmek során. Méltán lehetünk büszkék ezekre a fiúkra, mert a legelőkelőbb helyre emelték Magyarországot, jelentette ki Bajkai, majd a himnusz is felcsendült Vitai András előadásában. Ma ünnepeltük azt, hogy az asztali tenisz alin csapatunk 1979. április 30-án lett világbajnok. Egy európai csapat lett, magyar csapat lett világbajnok, és az azóta sem tudta megismételni senkit Európából. A magyar aranycsapat, az asztali tenisz alin csapat akkor 2 alkalommal is legyőzte Kínát, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a világra szóló eredményt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ezek a sportemberek világra szóló tehetségek voltak, de ugyanakkor magyarságból, hazaszeretetből, sportszeretetből, alázatból, hitből és győzni akarásból, munkából példát mutatnak mindannyiunknak, és a mai generációnak és a jövő generációnak is örök példaképei. Ez a sport, ez igazából a labdarúgással kezdtem, majd kosárlabda, és véletlenül erre a kis labdára jutott időm és tehetségem. Hát fantasztikus volt, pláne ilyen társakkal, mint akik itt mellettem voltak, az előbb a Klampár, a Gergely, a Kreisz, a Takács. Mi egy fantasztikus ötöst alkottunk. Ha úgy mondom, ezen a világbajnokságon, amit ma 40 éve ünneplünk, azon szerintem, ha egy hétig játszunk a kínaiak ellen, akkor is mi nyerünk. Hát ez valahol az asztaliteni sport ünnepe volt. Sajnos azóta nincsenek ilyen eredmények, de várjuk, hogy minél jobb legyen a magyar asztaltenisz. Ott a magyar Európa bajnok férfi csapat. Jónyer Pista, öreg Jónyer Pista. 3 díj. Ki az ördög hitte volna? Ki merte volna ezt hinni? Idős otthonokba járok egy kicsit népszerűsíteni az asztali teniszt, hogy az idősebbek is szokják a sok játékot, és ne adják föl, maradjanak örökké fiatalok. Mit üzensz a jövő nemzedékének, aki esetleg ezt a sportágat választaná?
Hát jót nem tudok nekik ígérni, mert ez egy olyan sportág, ami szerintem a sportág között az egyik legnehezebb. Itt a napi 7-8-9 órát is bele kell kalkulálni az edzésekbe. Abszolút monoton, de azért mégis játékos. Az asztéteniszbe bele kell tenni 8-9 órát, és fantasztikus odaadás. Anélkül itt nem lehet eredményt elérni.